Sziasztok! Ismét félelem és reszketés a totyaboltban. Erőteljesen. Tehát ez most egy kicsit az ilyen nem akarom kategória. Tehát, hogy kell ez? Mert... Nem is tudom, hogy akarom-e kategória, inkább az. Mutatom, hogy miről is van szó. Tehát ebbe a részbe Mr. Diplomatikót fogjuk megkóstolni. Tehát rum. Rumot fogunk kóstolni, és bázzik, nagyon nem is tudom, hogy így mondjak. Egy kicsit tartunk tőle. Azért tartunk tőle, mert a Bobby az már kóstolt rumokat, sőt, volt egy idő, amikor rumoztál is, nem? Hát egy rövid időszak az életemben. Krakent nyomtál meg? Zero Jerryt. Ja, tényleg a Zero Jerryt. Zero Jerryt azért kezdtem-e tartani itt a boltban, mert te basztattál miatt, hogy miért nem tartok Zero Jerryt. Captain Morgan, de hát az hagyjuk is. Most úgy vegyesek az érzéseim, hogy szervezetemnek ez jót fog tenni. Hát majd kiderül. És látom a Bobin ezt a hogy is mondjam, ezt a... Belső harcomat? Ezt a belső harcot, és ez elbizonytalanít engem is. Hogy... Mert tehát 100 évvel ezelőtt még, annak, hogy egy tanuló koromban találkoztam rummal, még gondolom ti is emlékeztek rá, ez a kalóz rum, vagy hajós rum, vagy tehát ez a golyvás üvegbe, ez a literes kivitelbe, és nagyon semmi emlékem nincs. Na most a minőségi rumokkal, azon kívül, hogy tartom őket és árulom őket, jelen pillanatban még, de hát ez körülbelül negyed órán belül meg fog változni, semmilyen kapcsolatom nincs. Tehát hallgatom itt a rumélvező embereket, de ízbeli tapasztalásaim egyáltalán nincsenek. És látom a Bobin ezt a nem is tudom, mit látok rajta. Nem is tudom, mit látok rajta, de az igazság, hogy elbizonytalanít abba, hogy tényleg, hogy meg akarjuk mi ezt kóstolni. Egy kicsit félek, hogy nehogy átcsapjon ez egy ilyen émeítő, mászkos, kellemetlen valamibe. Tehát egy kicsit tartok tőle, bízom benne, hogy most kellemesen fogok csalódni. Azért is választottuk ezt a diplomatikót, nagyon sokan dicsérik, nagyon sokan hordják, nagyon sokan szeretik ezt a fajta diplomatikót. Ezért gondoltam úgy, hogy akkor a rumok világába legyen ez a belépő. Az 5 centes változattal fogunk... Még jobban minimibb. Hogy a költséghatékonyságot is szem előtt tartsuk. Én megelégettem volna, hogy még ennek is a felével. Bontsam? Bontsat. Legyél már pozitívabb! Bontsat. Komolyan mondom, rettegek! Akkor bontsat, bazd meg! Gyönyörű kis letépés, tehát akkor toljok be, bazd meg, ha ez is dugós. Pokker dugós, beszarok, komolyan mondom, ez is dugós. Hát ilyet mini üvegben én nem láttam. Na, kezd megjönni a kedvem, tehát azért adnak itt az igényességre diplomatikójék. Ez azt hiszem, hogy venezuelai rum. Fogalmam nincs. De most így nem fogom rajta megtalálni. Jónak kell lennie, Bobby. Ne tántorítse. Miből készült? Cukornádból. Na, legalább ezt tudjuk. Cukormelaszból. Vagy cukornádmelaszból. A komolyabb rumok nyitása felé ő volt a legelső rum, amit behoztam a boltba. Nagyon félek attól, az, amitől rettegek, és azért merek most így beszélni, mert most vesztem el igazándiból minőségi rumszűzességemet. És amit ő tartok, az, hogy egy ilyen émeítő, gely fosba fogunk beleszaladni. Ne szórakozzál! Szagold meg, én nem mondok semmit. Nem az. Sokkal gusztustalanabb valamire számítottam. Nekem tudod mi van? Alkohol illat, tényleg a rum illattal keveredve. Azon kívül annyira... Cukros, édes, talán egy nagyon pici viaszos, és ez a viaszos, ez viaszos gumis. Ez volt az első gondolatom, ahogy beleszimatoltam. De messze nem az, amire számítottam.
kellemes illatolni. Azt hittem, hogy kellemetlen lesz illatolni. Kellemes illatolni. Kóstoljunk? Baszki, nincs más lehetőség. Hát most vagy az, hogy lerakjuk, azt akkor kinyomjuk. Más nincs. Csókolok bennetöket, örülök neki, hogy a szemtanúi vagytok az első lépéseimnek a minőségi rumok világába. Szevasztok! Azt majd kiderül, az a lépések mennyire haladnak. Együtt lépjünk már be abba a világba. Nagyon jó. Neked nagyon jó? Nagyon. Jó, való igaz, nem mondom azt, hogy rossz. Fűszeres. Fűszeres. Kicsit fűszeres. Édes. Tipikus rumíz. Édes, hát én nem tudom milyen a tipikus rumíz, eddig csak gagyi fosrumot ittam. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, még a hajós, meg a, ezek a mocsodékok. Nem, én valami nagyon sok, nagyon émeítő, nagyon gusztustalan valamire számítottam. Hú! Ez egy jó ital. Tehát egyértelműen az az édesség jön rajta, a fűszeresség volt az, ami körbeölelt. Meg az alkoholíz, a romos alkoholíz, ami még úgy ott van. Elég gyors volt. Le is csengett. Igen. Elég gyors volt, és nem éreztem azt a... Nem sokaltam be belőle. Attól féltem, hogy már az illattó be... Annyira töményen édes lesz, igen, hogy... Igen, hogy már az illattó be fog sokkalni. Nekem a rumok annyira nem tudom miért. Vagy az édesség, vagy az a fűszervilág, vagy az a karakter miatt. Valahogy nem tud úgy bevonzani engem. Nem tudom miért. Vagy lehet, hogy tényleg azért, mert eddig nem ittam olyan finomakat, hogy azt mondja... Ugyanakkor lehet, hogy azért, mert amikor gyerek voltam, a hajósrom, az a borzadár. Igen, mamáik szomszédjában volt egy idős bácsi, mindig ezt a hajósromot ittam. Azt a mocskot. Mindig, és egyszerűen éreztük mindig azt a hajósromot. Az édes mindig. Illetve a felesége, nem is tudom milyen néni volt, a sütikbe tudod ezt a sütőrömmel. Az! És igazad van, én is azt a szart vártam. Annak az illatot. Azt a szart vártam. És lehet, hogy ez miatt ennek a hozadéka az, hogy a romok úgy vagyok, hogy na jó, ezt azért rakjuk alatt. Igazad van, tehát igazad van. Ne ennyire közel hozzá. Csöppentsük, hát ha úgy másabban... Mit hát ha úgy? Hát nem volt rossz Bobby, bazd meg. Ja. Hiába rum, én akkor is maradok a három cseppnél. Kíváncsi vagyok, hogy itt mit mutat. Nekem még mindig sütőrum illata van. Ugyanazt az édes, süteményes, cukornádas. Teljes mértékben. Barna cukros. Teljes mértékben. Nagyon mellette más nem is jön. Szinte itt a felső, vagy az orrom alatti bőr hozzáragad a pomár széléhez. Tehát biztos, hogy van az egy cukortartalom. Na. De már be is nyomod. Hát, legyek túl rajta. Ne passzál már! Ne, legyek túl rajta. Sokkal kellemetlenebb valamire számítottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes. Ihatónak iható. Tehát nem érzem, hogy... Venezuela. Venezuela. Azt mondtam, hogy Venezuela az előbb. Tehát nem érzem, hogy... Megiszom, és tudod, fordul meg is jön ki, tehát ilyen nincs bennem. Iható, édes, totál rumíz. Tehát így ebből a szempontból hozza a papírformát. Többet egyre nem tudok, mint mondani róla. Köszönöm szépen, kapcsoljuk ki. Mi vagy te szalacsiba? Ennyi. Nem tudom, hogy neked esetleg valami másabb benyomás. Pass meg, nekem bejött. Bejött.
de messze nem fogja tudni helyettesíteni a viszkiket. Azt a varázslatos ízvilágot, amiből bármi előbukkolhat. Én most így, bár sok alapom nincs, mert ez az össz alapom a romokkal kapcsolatban. Bakárdi. Azt én nem nevezném minőségi rumnak, hanem az party rum. Az koktélban aló rum. Én Bacardit nem ittam soha tisztán. Aha. Nem emlékszek, hogy bármikor is tisztán ittam volna. Bacardi kólába szerintem időnként beleszaladhattam. Bacardi sió lime-ba ismételten, de az utóbbi időben egyértelműen a mojito őrületes mennyiségbe, az Bacardiból keverve. Most ebben nem tudom, mit akartam kihozni. Nem baj, majd összevágod. De... megvan, mit akartam kihozni abból, hogy biztos vagyok benne, hogy az összes rumnál alapvetően ez a simulékony, kellemes édesség az alap. Ott kezdődik. És akkor ez mellé jönnek be. Szívesen megkóstolnék például egy füstös rumot. Nézelődjünk, és akkor következőre, ha majd mit tudom, egy másfél-két hónap múlva, ha egyszer úgy alakul, akkor kóstoljunk egy füstös rumot. Másfél-két év, ezt akartam. Legyen úgy. De mit szólsz hozzá, hogyha legközelebb keressünk egy olyan rumot, ami ugyanúgy, ahogy viszkibe találunk füstöset, keressünk rumba egy füstös rumot. Megkóstolnék egy füstös rumot. Én egyelőre nem, de hát... Majd nem vagyok annyira nyitott most arra. Jó, ez az ízvilág, de lehet, hogy ez is egy picit Jim Beam barack. Jim Beam barack, tehát kettőt még meginnék belőle, de lehet, hogy a harmadikra már azt mondanám, hogy hozzatok már valami szárazabb viszkit. Mert ez most sok volt. Nem biztos, mert nem biztos, hogy eltelítene ez az édes, ami benne van, mert ez egy olyan szolid édes. De azért mondom, hogy egy füstös rumra is kíváncsi lennék, hogy milyen egy tőzegelt rum. Ha van egyáltalán olyan, hogy tőzegelt rum. Jó, hát majd látjuk. Nem tudom, hogy még fűznél hozzá valamit. Azt fűzném hozzá, hogy ha van kedvetek és tetszett, iratkozzatok fel. Nem fogjuk ezt minden videó végén elmondani. Mindegy, rumot is megkóstoltuk. Kicsit vegyesek az érzések. Tényleg nehéz volt rábízni a Bobi... Össze-vissza beszélek. Tényleg nehéz volt rábízni a Bobit. Én hallottam, mit mondtál. Tényleg nehéz volt rábírni a Bobit, hogy megkóstoljuk ezt a rumot. Hajszáló múlt, nem akarta. Tényleg nem akarta megkóstolni. És ezt azért nem mertem a videó elején elmondani, mert lehet, hogy akkor annyira bespanultam volna, hogy tényleg nem kóstolta volna meg. Örülök, hogy most így együtt megkóstoltuk ezt, meg hogy láttátok ti is a minőségi, ja, persze, rumokba való, minőségi rumok világába való első lépésemet láttátok. Ilyen téren nincs gond. Tehát örültek, hogy megkóstoltam. Legalább erre ezt is tudom, hogy milyen az ízvilága, milyen az illata, hogy néz ki. Ilyen szempontból okés a dolog, rászokni nem hiszem, hogy egyről ráfogok. Mindenesetre egyebb, eljebb vagyok. Legközelebb ezt az arcot az én arcomra fogom rátetováltatni, hogy még jobban tökéletesebb legyen így a rumináti vonzalmam, kinyilvánítása a világnak. Úgyhogy körülbelül ennyi. Legközelebb találkozunk, hogyha nem szerettem valamit még hozzáfűzni. Köszönöm a végszó. Sziasztok! Sziasztok.